Valóban részben elfeledett háborúról beszélhetünk. Ha megnézzük a nagy nemzetközi összefoglalókat, akkor számos standard munkában épp hogy csak említik az úgynevezett hosszú török háborút. De azért vannak olyan komoly munkák, amelyek azért megfelelő módon tárgyalják ennek a területnek az egyik legfontosabb háborús konfliktusát. És valóban a korszaknak az egyik fő kihívása az volt, hogy egy ilyen hosszú háborút, ahol igazi tömeg hadseregek, jelennek meg és küzdenek egymással akár nyílt összecsapásban, de itt leginkább várostromokról beszélhetünk. Ezek nagyon-nagyon költséges vállalkozások voltak. Szerintem tudható, hogy mondjuk az a 30-40 ezeres hadsereg, amit mondjuk a hazborgok minden évben felfogadtak, annak csak az öt havi zsoldja, amíg ők háborúztak, amíg lehetett, jó idő kellett, hogy a háborúhoz, az többe került, mint a monarchiának az összes bevétele, egyévi bevétele. Tehát is komoly kihívás volt, hogy hogyan lehetett egy ekkora háborút fölvállalni. Ez egyébként igaz volt ö, Oszmán részről is. Ez mind a két fél elmondhatja, hogy a korszak legnagyobb hadi vállalkozásába bonyolódott bele, hogy egyre inkább, egyre nagyobb költségekkel, de azt is elmondhatjuk, hogy mind a két fél, tehát mind a Hazul manaria mind az Oszmán Birodalom képes volt olyan tartalékokat mozgósítani, akár pénzügyi, akár katonai tartalékokról, aminek a kihívásnak meg tudtak felelni, és azért sok mindent elmond, hogy a hazul monarchia a békeidőbeli jövedelmének a kétszeresére is tudott tenni ahhoz, hogy ezt a háború tudja finanszírozni, és hát megteremti tulajdonképpen a már a 30 éves háborúban majd létrejövő állandó hadseregnek tulajdonképpen a kezdeményeit, és a mind a pénzügyi igazgatása, mind a hadügyi igazgatási rendszerét úgy tudta modernizálni, hogy eredménnyel tudott küzdeni az oszmán birodalom ellen. Emellett nem menjünk el olyan tekintetbe se, hogy az oszmán birodalom a korszaknak egy valódi csúcs hatalma, egy nem csak Európa, hanem egy világméretű hatalma, olyan pénzügyi erőforrásokkal rendelkezett, és olyan mozgósítható létszámú hadsereggel, ami az egész korszakban mondjuk kinyílt, hogy senki, tehát sem a spanyol Habsburgok, sem a franciák nem tudtak ilyen nagyságrendű mozgósítást felmutatni, mint az oszmánok, akik egyébként nem csak nagy létszámú hadsereget tudtak kiállítani, hanem nagyon jó logisztikai hátterük volt is, modern fegyverekkel voltak felszerelve, tehát igenis meg tudtak felelni a korszak úgymond hadügyi forradalom által gerjesztett kihívásainak. Tehát itt ezen a hadszíntéren mondjuk itt, hogy egy, egy világhatalom, egy szuperhatalom állt szemben, ez az Oszmán Birodalom egy egyre inkább ö, ö, megerősödő ö, Habsburg ö, monariával, ami aztán eléri azt, hogy végülis legyőzi az Oszmán Birodalmat, de azért még kellett még egy évszázad, hogy eljussunk eddig. Ennek a korszaknak ez az első igazi nagy küzdelme, amely mind a két fél számára hozott sikereket és veszteségeket, és még nem meglepő módon egyfajta státuszkóval zárult, de hosszú távú hatása az az egész 17. században érzékelhető mind a két fél részéről.